Harmadik ének. Bezzeg nem busultak ám az ősi házban, szintén eltörődtek az evés ivásban. Fölkelvén pedig jó György asztala, vitéz ő szolgái rudathánynak vala. Ifjú vér öreg bor fickándott erökben, a fadárda vígan perdült jobb kezökben, mindenik kötődött hangosan nevetve, s mint szilajcsikóé magas volt. Oldi György meg, amint torkig itta ette, egy öreg úr úrmagát vetette, és az eresz alól gyönyörködve nézi, hogyan játszadoznak csintalan vitézi. Majd, midő meglátta a teleklábjában ülni öccsét Miklóst, nagy búsan magában, feltámad lelkének szennyes indulatja, s nagyfejű legényit íszókkal biztatja. Hé, fiúk! amot ül egy túzok magában, Orrát szárnya alá dugta nagy buvában. Gunnyaszt, vagy dögismár, is már, Lássuk, fölrepüle, Meg kell a palánkot döngetni körül. -e. Mint kutyák közé a nyúl lökének, Kaptak a beszéden a szilaj legények, Döng a Miklósnak megette, Miklós a kudarcon búskodik felette. Mert fölérni könnyű. Könnyű nem csak ésszel, hanem ököllel is, és megfogni kézzel, hogy csak őt bosszantja minden vastag tréfa, mely ugyan fejétől sem járt messze néha. Toldi tűr azonban, bárha nem békével, birkozik nagy lelke fellázott dühével, majd meggyőzi magát, s megvetéssel tűri, szolga nép belőle a csúfat, hogy űzi. Mert e nép e volna haragjának, bosszuló karjától úgy elhullanának, mint a sámsonétól, kiről írva vagyon, hogy ezer pogányt vert egy álcsontalagyon. Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhet. Azzal áll a bosszút, hogy csak fel sem vette. Úgy mutatta, mintha nem is venné észre, fülét sem mozdítá a nagy döngetésre. De midőn egy dárda válla csontját érte, izonyatos képen megharagudt érte, s melyen ült, a malomkő darabot fogta, Toldi György bosszantó népe közé dobta. Repül a nehéz kő. ki tudja, hol áll meg. Ki tudja, hol áll meg. S kit hogyan talál meg. Fuss, ha futhatsz, Miklós, pallos alatt fejed, víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet, elvadulsz, elzüllöl az apai háztól, mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól, ki egyet agyarral halálosan sérte, úgy aztán kimarta őt a többi. érte. Elrepült a nagykő, és ahol leszáll, egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála mint olajütőben szétmállott a teste, és az összetört hús vérolajt ereszte, vérét a poros föld nagy mohón felnyalta, két szemét halálos hályog eltakarta. S aki őt eloltá az a veszedelem mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem. György haragja pedig lészen rendkívüli, mert vitéz szolgáját igen keserűli, másfelől örül, hogy gyilkos a testvére, kit, hogy elveszessen, most esik kezére. Most ravasz szándékát, melynek út a görbe, eltakarja tarvény és igazság örve, és hogy öcsét bíró hírivel megrontsa, el kell fogni nyomban, az kemény parancs.